Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma esti tábori darma beszédünkön. Gyorsan mondjon valaki egy számot, 1 és 208 között. Mere mész? Az őskor buthái az ilyenségbe tértek, a jelen buthái az ilyenségbe térnek, te is az ilyenségbe térsz, én is az ilyenségbe térek. Mi a romolhatatlan? Mi az elpusztíthatatlan? Tudod? A múlt, a jelen és a jövő hármas világában az összes butha egyszerre válik az úttá. A tíz irány összes létezője ugyanakkor lép be a nirvánába. Ha ezt nem fognád fel, figyelj ide! A szobor szeme nedves, könnyek peregnek le róla, a fiú szótlanul szipog a sötétben. Kérdések. Ki az elpusztíthatatlan, Mit jelentenek a következő mondatok? A múlt, a jelen és a jövő hármas világában az összes budha egyszerre válik az úttá. A szobor szeme nedves, könnyek peregnek leróla. A fiú szótlanul szipog a sötétben. Kommentár. Honnan jön a tudat? Hová tér vissza? Eredetileg nincs név, nincs forma. Megszólalsz, minden megjelenik elhallgatsz, minden eltűnik. Ha nem szólalsz meg, akkor mi van? Ha nem érted, kérdezd meg a buddha szobrot, majd ő megtanít. A zen egyik központi fogalma az ilyenség. A maján a buddhizmus több évszázadnyi munkája van abban, hogy a középutat tanuljuk, tapasztaljuk és adjuk tovább még a megvilágosodás és szenvedés szélsőségei sem tarthatók. Rájöttünk, hogy a világ pontosan olyan, amilyenné tesszük, amilyenné teremtjük. És a világ nem jó vagy rossz, hanem éppen ilyen, amilyenné tettük. Egy másik ember nem rossz vagy jó, hanem ilyenné tette őt a környezete, a családja, a barátai, a társai, az ellenségei, és ehhez ő is hozzájárult jelentette magát. Ez az ilyenség, ez annyira fontos, hogy enélkül azent nem lehet gyakorolni, hiszen amikor azt hallod, hogy az ég kék és a fűzöld, rögtön a tiszta, tükörszerű, térszerű tudatot gyakorlod. Nem gondolkodsz semmilyen abstrakcióban, szélsőségben, szentségben vagy profanitásban, és ezért mondhatta Szungszenzen Mester, hogy a megvilágosodás és a meg nem világosodott, ezek üres szavak. A tapasztalatot nem helyettesítik. Érdekes, hogy ahhoz föl kell ébrednünk valami magasabb rendűre, hogy megszabaduljunk a legmélyebb kötődéseinktől, ragaszkodásainktól és hamis azonosulásainktól. Ehhez fogalom nem elég mert egy újabb ragaszkodás keletkezne belőle. Egy újabb azonosulás lenne belőle, és az önvaló nem azonos az önképpel. A tárgy nem azonos a tükörrel. A tudat nem azonos az érzékeléssel. Itt, ahogy tovább hallod a költeményt, azt látod, hogy az ilyenségbe tér. Szó szóval szerint ez a tatágatának a fordítása. A tathatá az ilyenség, a gáté az a kapu. Nagyon sokan másképp fordítják ezt, mondják úgy, hogy beérkezett, mondják úgy, hogy világok által tisztelt, nagyon sokféle neve van Gótama Szidártának, de az ilyenségbe térés az azt jelenti, hogy minden illúziót odahagyva visszatérünk a realitáshoz. Visszatérünk a megnevezhetetlenhez, amely viszont tapasztalható itt és most, ebben a pillanatban. Hogyan válik az összes butha egyszerre az úttá? Fontos tudnunk, hogy amikor a zen azt mondja, hogy ha találkozol a buthával, öld meg, akkor egy illúzió elvételére, és nem egy ember élet kioltására szólít föl. Lásd úgy az embert, ahogy van. Ne buthának, vagy szerencsétlen érzékszerfesz kötött, tévejgésbe taszajtott lénynek lást az embert, hanem úgy, ahogy van. A saját lényével, lelkével, testével, karmájával és darmájával, ha van neki. Mindenki tud valamit. Mindenki valamilyen szinten meglátott valamilyen részt a törvényből, ahogy a világ működik. És ilyen szinten az ilyenséget is tudjuk, de mennyire? Mikor lépünk át az abstrakciókba, a dualitásokba, az illúziókba? Mikor kezdjük el a valóság tapasztalatát felváltani az elmélettel, az elme gyárával. És nézd meg, hogyha nem tudunk valamit, akkor megpróbáljuk csak úgy betölteni valami gondolattal, vagy esetleg érzelemmel. Az em pont ezt az illúziót teremtő gondolkodást veszi el. És ekkor a buthák, mint külön entitások eltűnnek ekkor az út nyilvánvalóvá válik. Az út nem személyes vagy személytelen. Mi járunk rajta, és amikor rátérsz az útra, akkor úgy érezheted, hogy valami elkezdődött, hogy számodra az ösvény megnyílt. Az ösvény több világkorszak óta itt van. És lesz is. De amikor te elkezded, úgy érzed, hogy ráléptél, és az megnyílt előtted, amikor pedig lelépsz róla, akkor úgy érzed, hogy az út megszűnt, véget ért. Valójában az ösvény kezdettelen és végtelen, de a te karmád az szerencsére bír kezdettel és véggel. Nézd meg hát, hogy mi érződik így nagyon végesnek. Az benned a mulandóság. Mi az, amit nagyon-nagyon tartósnak és örökkön tartónak érzel? azaz az azonosulás benned. Valójában egyik karma sem te vagy. Amit szeretsz és megtartasz, az sem. Amit elvetsz és megpróbálsz kipucolni magadból, az sem. Mi a különbség a kettő közt? Az az alapvető különbség, hogy az a karma, amiben te energiát teszel, az tovább marad fönt. Amivel azonosulsz, az veled megy a következő életedbe. És éppen ezért, hogyha az úton járunk, akkor olyan karmát építünk fel, amely kivezeti az embereket a szenvedésből, beleértve saját magadat. A karma nem rossz vagy jó, ezt már tudod. Hogyha ebbe a testbe beleszülettél, és ezen a földön élsz, akkor mindenképpen van karmád, mert az ok és okozat működik. A látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, fogalomalkotás, megkülönböztetés, emlékezet, ezek a test és a lélek alapvető paraméterei és folyamatai. Itt ok és okozat gyönyörűen tud működni, ha hagyod, ha elég tiszta a tudatod. Paradox, de ebbe a testbe születve, ezzel a karmát hordozó lélekkel tudjuk elérni a felébredést, mert elképesztő feszültségek vannak bennünk. És ezért kell az úttá válni, és nem külön a buddhát keresni, mert akkor meg tudjuk haladni ezeket a dualitásokat, meg tudjuk szüntetni az illúziókat, csak azért, hogy egy helyes életet éljünk, helyesen fejtsük ki az erőt, helyes beszéddel, cselekedettel és életvitellel bírjunk. Itt a végén, amikor arról szól, hogy a szobor szoborszeme nedves, könnyek peregnek le róla, ez az enkörön a 270 fok megjelenése, és a fiú szótlanul szipog a sötétben, az gyakorlatilag a tanítvány. Tehát itt lehet fiú, lány, felnőtt, gyermek. A tanítvány ott van. Szerintem bevezetőnek bőven elég ennyi, és ha most bármi nemű kérdésetek van, akkor tegyétek fel. Az a kérdésem, mert nagyon megható számomra, hogy itt lehetek, hogy ha innen elmegyek, talán beszéltek több ezt, elmegyünk, hogyan bánjunk, hogyan bánhatunk méltósággal ezzel a tudással, tapasztalással, itt léttel, amivel megajándékoztál bennünket. Szeretsz itt lenni? Igen. Akkor valójában sosem ész innen. A test elmegy, a léleknek az a szikrája itt marad, amelyik a felébredést óhajtja. Azzal tudod ezt a tanítást teljesíteni hogy gyakorlod. Nagyon kevés gondolkodni való van rajta. Engedd, hogy a meditáció fényében az elme kipörgesse magából a felesleges karmáját. A legillúzió rombolóbb az, amikor rálátsz a saját belső gondolat és érzelmi folyamataidra, hogy milyen elképesztően gyártjuk az abstrakciókat, a rétegeket, az önképeket. Ide nem bűntudat kell, ide rálátás kell, az bőven elég. Úgyhogy ezt a rálátást, a vigyát, ezt kéne gyakorolni odakint, és utána visszajönni egy kicsikét ide a szervizbe, hogyha a jármű már egy-két alkatrész cserét megérdemel. Nem szabad addig várni, amíg az árokba fut, vagy esetleg túlmelegszik a motor. Az előtt gyere vissza, hogy nagyobb hibát követnél el. Ehhez nagyon nagy őszintesség kell, hogy kezd a mutató belemenni egy picit a sárgába. Általában akkor szoktak idejönni az emberek, amikor már bőven a pirosban van, tisztelt a kivételnek. Úgyhogy gyakorold a tant. Jó. Köszönöm. Szívesen. Miért lettél tanító? Ez amikor... hát a legkönnyebb. Sunkszenzen mester azt mondta, hogy itt a bot, az taníts. Ezért. Ah. És amikor ezt megkaptad, és megtudtad, hogy tanító lettél, hogy tanító, hogy akkor az Világ legnagyobb stressze volt. De. Ilyenkor az ember meghajol a tanítója előtt, és azt mondja, hogy ezt a feladatot bíztad rám, ezt fogom csinálni legjobb tudásom szerint. És a legdöbbenetesebb az, ahogy átrendeződik körülötted az addig nagyon homogénnek tűnő közösség, a szanga, az emberek elkezdenek véleményt formálni, és hogyha te ennek a súly alatt berogysz, akkor tényleg nem vagy alkalmas a tanításra az első teszt, hogy bírt ki az emberek ítéletalkotását. Ha azon a tisztító tűzön átmentél, akkor már csak a feladat van hátra. Nekem a fizikai fájdalommal kapcsolatosan lenne kérdésem. Igazából 8 éve küzdök derékfájdalommal, és hát az utóbbi időben elindult egy pozitív folyamat, viszont hát ezeket az üléseket sem a legegyszerűbb lebonyolítani. Hogyan érdemes egyáltalán ehhez az egész témához hozzáállni? hozzáállni? Most nekem a BIOS könyvet kell forgatni, vagy, vagy. Más könyvet, majd mondom. E, elsősorban örülj, hogy a fájdalom fizikai, ugyanis sokkal legzaktabb és sokkal könnyebb túljutni rajta. A lélek fájdalma az sokkal tovább tart. Rájössz a saját karmádnak a fájdalom pontjaira, a hibáidra, amik benned lévő önsorsrontó tendenciákra, az önkéntelenül másokat szenvedtető tendenciákra, az annyira fáj, és addig, amíg nem tudsz rajtuk változtatni. Az, hogy adunk neked gyógylabdát, gyógysámlét, gyógytornát, az könnyű. Elmész egy ilyen tanfolyamra, elmész egy gyógyítóhoz, beállítod a fizikumodat úgy, hogy ha kell, akkor ülve meditálsz, ha kell, akkor lovagló ülésben meditálsz, ha kell, lótuszülésben meditálsz, és ha nem, akkor oroszlán fekvésben meditálsz, ez mind lehetséges. A lélek fájdalma sokkal keményebb. Úgyhogy a fizikai fájdalom az egy nagyon jó nyitány. Utána jön az öt felvonásos. A kérdésem az, hogy egy emberi élet mennyire részletesen van megírva egy karma, sors, feladatunk. Könyvre gondolsz? Nem. Hol van jelenlegi... az az írás? A fejedben. Látod a tollat, amivel írod? Nem. Pedig kéne. De először mondjuk a radírgumi. Az a fontos, hogy amikor belül egy olyan szkript jelenik meg, aminek a végén borzasztó szenvedés van, azt lehetőleg ne hajtsuk végre. Átjövve egy kicsit a digitális világba, a karmád az ilyen impulzusok, ilyen kis programsorok, aprócska matrix lüktetésével jön a felszínre, és ha lenyomod az entert, akkor meg is csinálod, ki is mondod, azonosulsz is vele, projektálod, ha azt nem kéne. Ezt az egészet úgy, ahogy van a delete billentyűvel, a pillanat tisztaságában ki tudod törölni. Teljesen mindegy, milyen karmát hoztál ide. Teljesen mindegy. Hogy ebben a pillanatban mennyire látod, és mennyire uralod, az a kérdés. Ehhez kapcsolódóan konkrétabb kérdésem az lenne, hogy az életem mennyire részletesen van megírva, vagy egy emberi élet, minden másodperc, minden perc, minden óra, minden nap. Figyeled vagy csak a hasonlóságot szempontok... a mostani kérdésed és az ezt megelőző kérdésed között? Emlékszel az előző kérdésed tartalmára? Igen, viszont hogyha van egy karmám, egy adott személlyel, aki mondjuk 15 év múlva a feleségem lesz, és a gyermeke Most anya, már melegszik. Tehát akkor az, az, most az meg, írva a feladatomba, hogy az egy adott személy össze fog kerülni, és ő lesz például a gyermekeimnek az édesanyja? Vagy, vagy ezt az adott életünkbe, az adott életemben vonzom be a személyt. Vagy már leszületésemkor meg van írva, hogy az adott személlyel fogok lenni? Vagy van dolgom? Van párkapcsolatod? Van. Amikor találkoztatok, akkor közeledtél hozzá ilyen mondatokkal, hogy édesem, valójában én azt az írást láttam a lelkem könyvében, hogy pont, pont, pont. Mondtál neki ilyet? Bizonyos sorokat feltételeztem. Ó, feltételeztünk. Nem jó. Nem jó. Tessék kicsikét határozottabban föllépni, mert különben Szóval nem így szoktunk építkezni, hogy szerinted meg van írva, és a másik pedig fogadja el. Ez nem így van. Akármilyen mintázatot, karmát, vonzódást, választást hoztál magaddal, onnantól kezdve egy párkapcsolat, kettőn áll a vásár. Innentől kezdve neked kell a lelked tükrében látni, hogy tényleg ő-e az. És ha igen, akkor legyél szíves, ezen mélységes igazság előtt leborulni. És amikor ez megvan, akkor ő is érzi azt, hogy ő ebben a pillanatban fontosabb, mint te, mint te magad. És az ő boldogsága az első. És hogyha ez benne ténylegesen realizálódik, és az ő lelke is elkezd így működni, akkor az ő számára a te boldogságod előbbre való lesz, mint a sajátja. És ezt hívjuk egy párkapcsolat pozitív visszacsatolásának. Itt mindenki kapitulál, mindenki kompromisszumot köt, és hogyha egymás előtt nem tudnak leborulni, akkor ott nincs semmi más, csak egy kis vágy, egy kis vonzódás, de közös jövőkép az nincs. Mert csak a vágyakról szól. De a közös álmaikat nem tudják megvalósítani, nem tudják realizálni, pont ezért. Tehát ne ideologizáljuk meg a kapcsolatot semmi módon, hogy nekünk ez a sorsunk. Miért? A sors nyersanyag, nem kész termék. Ha így nézed, akkor utad van, mert döntesz. Most nem kérdezem, hogy hány párkapcsolatod volt a mostani előtt, ez a te dolgod. De azt nézd meg, hogy ha megszakítottak veled kapcsolatot, hölgyek, akkor miért tették így? Egy, kettő, három, négy, amennyi volt. És fedezd fel azt a tipikus mészerkezeti okot, amiért ők ezt megtették. Tehát nézd meg ezt a töréspontot, ami a kapcsolataidban volt. És ott látod azt a sorsszerű elemet, azt az átlátatlan karmát, amit, hogyha nem oldasz fel, akkor a következő is ugyanígy fog elmenni, vagy nagyon hasonló módon. Tehát, ha látod a karmát, és helyesen döntesz, akkor úton jársz, ha pedig nem látod a karmát, és csak ki vagy téve a körülményeknek, ki vagy téve a helyzetnek, elkezdesz társfüggő lenni, akkor sorsod van. Úgyhogy a látás mélységében válik a sors úttá. És teljesen mindegy, hogy mi volt az előző életetekben, hogy te milyen mintázatokat hoztál magaddal, ez mind nyersanyag. És azt a pillanat tüzében, a tudat fényében, a tiszta tükör általi látással alakítsd megfelelően. Hozd a megfelelő alakra, ezáltal változunk. És változnunk is kell. Nekem két darab kérdés lenne, családi mindkettő, konkrétan fog fogalmazni. Van egy keresztanyukám, és ugye van egy édesanyám, mindkettő, hál' Istennek ugye velem van. És a lényeg a lényeg, hogy keresztanyukám volt nagyon belső kapcsolatunk, nagyon sokat együtt voltunk, úgymond pótnagyi volt, és az elmúlt, hát néhány évben egy kicsit így magába fordult. Nem igazán találom nála ugye a fogást, hogy hasonlóan legyen a kapcsolatunk, hasonlóan nézzen rám, mint régen. És azon a kérdésem, hogy ilyenkor ennek van egy olyan dolga, hogy ezt így el kell fogadni, és ennyi, vagy ezt kell egy picit ilyenkor mondjuk erőltetni adott esetben ezen az első? Erőltetés nem javaslok, mert akkor mindig valamilyen végtagunk kicsavarodik. Keresztanyuról beszéltél, így van? Van keresztapu? Nincs. Akkor itt a baj. Keresztapunak lenne a dolga, hogy keresztanyut frissen tartsa a szeretett kapcsolaton keresztül, így lelkileg legalább, és nézd meg, hogy te valójában milyen szerepet töltesz be keresztanyú életében. Számoljuk fel a szereptévesztést, és akkor minden harmonizálódik, ugyanhogy van. Te kinek látod magad ebben a kapcsolatban, és ő kinek lát téged ebben a kapcsolatban? Ez a kérdés és hát egy valami megtörtént, felnőttél. Ez azért alapvető változás a kisfiúhoz képest. Köszönöm. A másik kérdésem pedig édesanyámra vonatkozik, hogy hát itt is nyilván volt egy, egy felnövés, és nálunk van sajnos egy családi minta vele kapcsolatban, hogy az így mindent irányítani akar, meg, meg akit úgymond ő szeret, azt így valamilyen szinten megfojtani valamilyen szinten a szeretetével, segí annyira segíteni, annyira ott lenni minden nap, hogy hát engem ez már nyilván egy idő, tehát már idegesít sokszor, és azon a kérdésem, hogy rengeteg vitám volt vele ebből, hogy úgymond nem normálisan beszéltem vele, mert kihozott a sodromból már ezzel a túlféltése vagy bármi. Például egy ilyen anyafiú kapcsolatban érdemese valamilyen szinten úgy viselkedni, hogy konfliktus kerülni, mert ha a konfliktus egyébként fájó egyébként sokszor, vagy inkább belemenni a konfliktusba, még hogyha sokszor ez fáj is. Tehát itt is lenne egy ilyen válaszút előttem, hogy melyik lenne a helyes. Otthon laksz? Nem. ez a problémák egy jó részét megoldja. Ez így van. Párkapcsolatod van? Nincsen. Akkor itt van a fejlesztendő életterület, mert hogyha párkapcsolatod beáll és nem otthon laksz, akkor ez az egész úgy, ahogy van, megszűnik. Amíg nem tudod az arád, illetve a párod erőterével anyukát semlegesíteni, addig a következőt javaslom. Vitatkozás helyett tegyél föl kérdést. Épp elég irritáló lesz ez is, de legalább a belemenéseket azokat ritkítja rögtön, mielőtt anyuka megfolytana a ragaszkodó szeretetével, a következő kérdést tett föl megfelelő pillanatban. Anya, miben segíthetek? És akkor meglepetés van, mert általában azt szereti, ha te fogadod el a segítséget, és ezt ő érzelmileg be is hajtja rajtad. Azt mondja, nem kell segítség, édes fiam. Megoldok én mindent. Akkor azt mondod, hogy anyu, ugye te neveltél engem. Arra nem tud más mondani, csak igen. És tudod, hogy ezt én is tudom? Tehát, hogyha segíteni szeretnél, kérdezd meg, hogy miben segíthetsz. És akkor mondom. Jobb az úgy. Én nekem hasonlít nagyon a, a kérdés a, a mellett bülőhöz. Külön lakunk, négy éve együtt vagyunk, viszont édesanyám a, a, barátnőmet, illetve apukám sem nagyon akarja elfogadni, és hogy mit tehetek még. sok is vagytok a barátnővel? Nem, még. Az lesz a pecsét rajta. Jó. És e, ilyenkor a harmonikus életvezetés és a nagyon-nagyon tiszta és komoly szándék az előbb-utóbb a szülők akaratát vagy viszonyulását is megváltoztatja. Miért? Az idő nektek dolgozik, nem nekik. És ezt amilyen kemény kijelenteni, nem kegyetlenség, mert az életnek az a törvénye, hogy megszületünk, Felnövünk, megöregszünk, meghalunk. Amilyen pontot elfoglalsz te ezen a görbén, az határozza meg, hogy hogyan viszonyulsz a többi emberhez. És néha a szülők elfelejtik, hogy a gyerekek felnőttek, és ők pedig megöregedtek. És innentől kezdve a felnőtt határozott, de együttérző viselkedés ez fogja megoldani a problémát, és azt mondhatod, hogy kedves szüleim, szeretem a páromat, holtig együtt szeretnék vele élni, és meghívlak titeket az esküvőmre ide, és ekkor nem tudsz mindenkinek a kedvére tenni. Ki kell választanod, hogy kiben fogsz csalódást kelteni, és kiben nem szeretnél csalódást kelteni semmi szín alatt. És itt van a döntés alapja. Jó? Köszönöm. Szívesen. Mögötted? Nekem egy gyakorlati jellegű kérdésem lenne. A meditációval kapcsolatban nekem elég nagy nehézséget okoz az, hogy koncentráljak, mégpedig a fájdalom miatt, amit érzek. Tehát az annyira erős, hogy egyszerűen nem tudok elvonatkoztatni tőle. Próbálok természetesen, és úgy gondolom, hogy lehet, hogy csak türelem kérdése. De ugye én ezzel most szembesültem az utóbbi két nap alatt, és szeretnék erre valamilyen segítséget kapni. Testi fájdalomról, vagy lelki fájdalomról van szó? Gondolom mindkettő. Gondolod, vagy tudod? Hát tudom, de... Mit én... érzékelsz? Testi, hát, Testi fájdalmat, fájdalmat, lelkit, vagy mindkettőt? Milyen nehezeket kérdezel. Most konkrétan testi fájdalmat érzek, de tudom, hogy van lelki fájdalom is. Ez a kettő valahogy együtt van. Mind a kettő. Tehát a lelki fájdalom az talán úgy jelentkezik, hogy érzem, hogy van rajtam egy vastag réteg, és nem látom, hogy az mennyire vastag, de a, az igazából egy jelenlét, tehát érzem, hogy van valami ilyesmi, de konkrét fájdalmat, az, az pedig testi fájdalmat érze. A testét tudjuk úgy enyhíteni, hogy különböző ülőpozíciókat és egyebeket próbálsz ki, és három dolgot betartasz. Az első, hogy így áll eleget. Hogyha dehidrát vagy, jobban fáj a test. Kettő sportolj per sétáj eleget, harmadik, nyújtsál eleget. Tehát az erőkifejtés az, az energiaszintedet megemeli. A nyújtás az izületeknek nagyon-nagyon jót tesz, és a hidráció per iszol eleget, az pedig ahhoz kell, hogy a szervezetnek a salakanyaga az szépen menjen kifele. Ezt a hármat végre kell hajtani. Amit a lelki fájdalomról mondtál, az azt jelenti, hogy még az érzelmeid jó vastagon ott vannak a tudatküszöböd alatt, és az intellektusod olyan intelligensen ö, takarja ezt, hogy még olyan hatalmas, nagy vulkánszerű kitörés meditáció alatt nem történt. Majd fog. És akkor kell a praxis, ez a legfontosabb része az energetikának az emberben, hogy a köldök csakrára összpontosítunk, mert gyökerek nélkül kidől a fa kicsavarja a szél. És innentől kezdve ez a pont, ahol nincs mentális vagy fizikai differenciálódás, ez a menedék. És akkor majd a lelki fájdalmat is bírod. Egy percig ne higgyük, hogy ezt az életet le tudod élni úgy, hogy ez nem fog fájni. Csak hogy e közben te mit csinálsz, hogy még jobban fájsz, még jobban szenvedsz, másokat szenvedtetsz, mások szenvedtetnek téged, na ezt nem játsszuk. Tehát a primér fájdalom az mindenkinek a része, azt nem tudod elkerülni. De hogy az erre való reakció, az a reaktív tudat, amely legyártja a haragot, a gyűlöletet, stb., na, ez nem kell. Ettől meg tudunk szabadulni, a fájdalomtól nem. És hogy tudunk ettől megszabadulni? Most mondtam, hogy nem fogsz. Amikor a reaktív tudatról van szó, azt viszont a meditációval nagyon-nagyon szépen tudod először lebegtetni, tehát látod, hogy az elméd mire készül, de nem mondod ki, nem folytod el, nem éled ki, látod. És a látással, a tükrözéssel kiveszed a dualisztikus tartalmat belőle, aztán az azonosulást, és aztán az énséget. És akkor a reaktív tudatból kreatív tudat lesz. Tehát teremtesz, és nem rombolsz. Amikor pedig a kreatív tudat csak cselekszik, helyesen cselekszik, akkor proaktív ez a harmadik fogalom ehhez. És tudod, hogy miért nem lehetséges fájdalom nélkül élni a Földön? Mert akkor öröm se lenne. És mivel mindenki örömkereső és boldogságorientált lény, ezért szükségszerű, hogy a fájdalmat is tapasztalja. És enélkül nem lesz semmi. Tehát, hogyha nem fáj egy párkapcsolatnak a szétbomlása, akkor valójában te nem szeretted azt a lényt. Akkor nem volt intimitás, és nem volt öröm. És onnan tudod, hogy ó, hát a szétbomlást olyan messze vagyunk, mint Makó Jeruzsálemtől, nem láttad két hete, és minden sejted üvölt. És a lelked minden csápjával oda akar menni hozzá. Tehát hiánytünet nélkül nincs teljesség sem. Fájdalom nélkül nincs öröm sem. És nagyon vigyázz, hogy mit válasz ebből, mert a fonákja is megjelenik. Mindenképp. És ennek a meghaladásából van az a vezérlő vagy uralmi pozíció, hogy tudod, hogy most öröm lesz, tudod, hogy most fájdalom lesz, és mind a kettőt elviseled. Különben nem lennénk felnőttek, és nem lehetnénk felébredettek. Én is a párkapcsolatról szeretnék kérdezni, és hát az előbb azt mondtad, hogy ha nem fáj egy szakítás, akkor, akkor valójában nem szerettük, vagy, vagy, valami, valahogy így fogalmaztad meg. Bizony így. Én az utóbbi időkben engedtem el valakit, akit nagyon szeretek, de, de igazából azért nincs fájdalom, mert átalakult a szeretet egy másik fajta kapcsolatba, egy mondhatni barátsággá, és hogy így nekem az volt a tanulság, hogy az egy titulus, hogy azt mondom rá, hogy a párkapcsolatom, de ami benne van, az így állandó, amit érzek, és hogy nem zavar, hogy más a formája. De hogy nyilvánvaló, akkor ez utal arra, amit mondtál, hogy nem szereted, vagy nincs intimitás, és inkább a második. Ez nem szakítás ez átminősítése a kapcsolatnak. Van olyan, hogy egy szerelem barátságás szelidül, és közös akarat tesz, szépen továbbvihető. Van olyan párkapcsolat, amely alkalmatlan erre. Tehát vagy vagy. A szakítás az az, hogy nem beszélünk, egy után nem akarok rá gondolni, nincs közös érzelem, energia, nincs érintés, nem látom, nem hallom, stb. Mint a szívszútra. Nem, 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 nem. Sem, sem, sem. Na, akkor szakítottatok. És hogyha volt előtte akármilyen szeretett kapcsolat, az fáj. És ez így van egyén. Nekem az a kérdésem, hogy én úgy gondolom, megtapasztaltam, hogy uh, már javarészt levetköztem a külsőségekkel való foglalkozást. Azt hogy csináltad mondjam? Hát nem, hogy nem kezdtem, kezdem, nem, hogy. Uh, amíg most egyedül vagyok, akkor, hogy nem foglalkozom, hogy most ki mit szól, vagy próbálok nem azzal foglalkozni, hanem nekem mi a jó, de vagy ha úgy nincs közem a másik emberhez, hogy konkrétan, csak barát, vagy ilyen viszony, akkor is elfogadom, bárhogy néz ki, bárhogy is jelenjen meg, nem zavar. De amikor már érintett vagyok a, a dologban, akkor viszont akármennyire is jó minden, elkezdem keresni a külsőségeket, hogy nekem miért, és nem jó. És, és ezt bivel lehet magyarázni? Veled. <laughs> ez te vagy, ez a te elméd, ez a te hiba kereső funkciód, és nem a külsőségeket keresed, hanem projektálod a saját szűrőidet a másik emberre, hogy éppen te akkor őt hogyan akarod látni, hogyan akarod érzékelni nem passzol bele. Vége a világnak. Néha olyan szűrőket gyártunk le, hogy senki nem jut át rajta. Senki. És megmagyarázzuk, hogy akkor magányosak vagyunk. Hogyan már kérem? Amíg te nem mentél fel egy nagyon-nagyon magas hegyre, ahol már lepke se jár, és egy buróka bukor se nő ki, addig van közöd lényekhez. Úgyhogy Nézd meg, hogy milyen szintű kapcsolat fűz az embertársaidhoz. Milyen hőmérsékletű, milyen intimitásfokú, milyen tartalommal bíró. És választ ki, hogy melyeket akarod megbecsülni. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretem volna kérdezni, hogy tudsz-e abban tanácsot adni, hogy hogyan kell elengedni ezeket a rossz karmákat, vagy. Olyan tulajdonságokat, amikről tudod, hogy rossz, és nem akarod azt csinálni, de amikor az adott helyzet van, akkor mégis csinálod, talán meg szokásból, és nem tudod, hogy, Tudok. hogy fordítsd át. Gyere ide! Fogd meg ezt a botot. Erősen. Most kapcsolatban vagyunk, látod? És a kapcsolatban elkezdünk vitatkozni. Most neked van igazod, most nekem, most neked, most nekem is marhára unjuk. Engedd el. Hát így tudsz megszabadulni a nem kívánt karmától és kapcsolatoktól. Jó. Ezt fizikailag rendkívül könnyű megtenni. A meditációban viszont arra is rájössz, hogy ezt hogy lehet a gondolatokkal, érzelmekkel. A beszéd egyszerű, e kell hallgatni. Tehát amíg te állandóan visszacsetelsz, amíg állandóan reagálsz, addig annak nincs vége. Van egy ilyen mondás, ha háromszor azt mondtad, hogy nem, az valójában igen. Ezért kell vigyázni. Hát annyira egyszerű a botot ugye elengedni, és akkor te még fogod, én már nem. De akkor újra megfogtad. Hát amikor a beszéd, a cselekedet, a gondolat és az érzelem mind a négy csatornáját kipucoltad és elengedted, és nem szólsz hozzá, és nem gondolsz rá, nem táplálsz érzelmet, és nem cselekszel, felé akkor van vége. És akkor megnézed, hogy te ebből mit szeretnél megtartani. És ha nem, akkor ne tartsd meg. Nézd meg, hogy az elméd hogyan fogja meg a tárgyát, a vágy tárgyát. A bottal nagyon könnyű. És akkor tudatilag ezt le kell másolni, hogy elengedtem. Jó? Jó, köszönöm. Egyéb kérdés. Arról szeretnének kérdezni, hogy honnan tudhatom, hogy ha az anyagi világban jó úton járok-e? Úgy érzem, hogy belső vágyaim valójában úgy nemesek, és amiket meg szeretnék valósítani, azokat, amiket valójában nagyon meg szeretnék valósítani, azokhoz nem kerülök közelebb, de a felszínes vágyak, azok való, amik szintén nem rosszak, de azok olyan könnyedén megvalósulnak körülöttem. Mitől nemes egy vágy? Az emberiséget jobban előre segíti. Kicsit konkrétizált. Tehát rajtad kívül még kit segít? A körülöttem lévő embereket. A most már kicsit konkrétabb. Tehát egy olyan vágy, ami amely a közvetlen környezetemben nem segít. rólad szól, hanem valaki másért teszed ezt. Igen. Az kezd egy kicsit nemesebb lenni. Tehát önzetlen. Ugye? Ezt szoktuk Igen. alapból ilyennek nevezni. Na és a felszínesekkel mi a baj? Önzőnek találom őket. Na hát akkor ezt mondjuk. Tehát az önző vágyak a kielégítése könnyebb, mint az önzetlen, ugye, másokért végzett tevékenység. Hát akkor itt a kapcsoló. Ezt a kapcsolót át kell fordítani egy olyan irányba, hogyha úgy látod, hogy magadért teszed, akkor nem teszed, ha másokért teszed, akkor megteszed. Nekem egy technikai kérdés lenne, hogy naponta, hogyha meditálunk, akkor ugye a három szútrát énekeljük, a kóreai, a szívszútrát. Hát ez az alapcsó. Magyarul, igen, alapcsomag. Meg a, és hogyha csak mondjuk az egyikre van időnk, akkor melyiket javasolnád? Hát, hát akkor, ha az egyikre van időd, akkor először a kóreai szívszútrát, aztán a magyar szívszútrát, és utána a nagy együttérzés dáranit. Hogyha mind a háromra van időd, akkor először a kóreai szívszútrát, utána a magyar szívszútrát, és a nagy együttérzés hát. dáranit. A mantra praxisja kapcsolatban, hogy amikor a meditációt azt mantrával használjuk, mi a különbség? Hát akár. Akár, és mi a különbség, hogyha úgy simán mantrazunk, hogy akkor nem érdemes összekeverni, tehát kétféle van, hogy mondjuk egyik mantrát használjuk meditációra, van egy másik, amit mondjuk kértünk, vagy a tanítótól, hogy ezek... Ez mind egy mantra. Egyszerűsítsük egy, le ezt egy, a egy mantra. Uh -huh. Tehát nincs olyan, hogy van egy kis dugi dugimantrám ott uh -huh. belül, közben a tanítótól kérek egy másikat, amit úgy ünnepnapokon használok, vagy amikor uh -huh. valaki meghalt. Ez nem ilyen. Uh -huh. Egy darab mantra és van, az az alfa, uh -huh. és kész. És akkor a meditációnál is azt érdemes Bizonyál. használni, hogyha ez van, meg esetleg külön, hogyha. Nincs külön. Nincs külön. Nincs külön. Tehát van olyan, hogy formális meditáció, itt bent a darmateremben, azon kívül pedig a mindennapi élet tiszta pillanatának a meditációja zajlik. Uh -huh. Köszönöm. Okay. Szívesen. Egyéb kérdés? Úgy érzem, hogy elakadtam az élet folyamán, most az ebbe az élet szakaszba. Arra vágytam, hogy a unokáim lesznek, és az lesz a feladatom. Most van négy unokám, jó a kapcsolatom, és a gyerekek nevelik szépen őket. Most azt érzem, hogy van más valami még, amit vállaltam, és nem találom. Vannak ötleteim, és mindig valami miatt eltérítem saját magamat, hogy mi az, amit még sorsfeladatként vállaltam. Nem tudom, miért van ez. Te valójában nagyon jól vagy. Igen, jól vagyok, de valamint te, te túl fiatal vagyok nyugdíjasnak. Úgy érzem, hogy többet kellene tennem még másokért. Négy unokád van. Igen. Hát gratulálok először is. Köszönöm. A jó állapot. Azt javaslom, hogy nézd meg. Hogy hogyan segíthetsz még jobban a családoknak, ahol ez a négy unoka van? Ö, nem igény, Van egy időszak, amikor igénylik, de nem igénylik annyira. Van Tehát a a nem élünk egy fedél felett. Te azt mondtad, hogy ugye akkor a négy unoka, és akkor az úgy betölteni az életedet, de kiderült, hogy mégsem, mert méged nem igényelnek annyira. Nem. Annyira nem, hogy a napi szinten ugyan ez a kérdés, amit az előbb mondtam, hogy miben segíthetek, és akkor az meghatározza, hogy ne legyél te se túl sok, se túl kevés. És akkor ezt a kérdést más lények felé fordíthatod. Például végezhetsz önkéntes munkát különböző helyeken, rengeteg szükség van a jóindulatú, sok szabadidővel bíró, jó képességű emberekre, akik túl fiatalok ahhoz, hogy nyugdíjasok legyenek. És akkor te felajánlod szolgálataidat egy csomó olyan helyen, ahol ezt örömmel fogadják. Én csak nem tudom, mi az az irány, tehát hogy mi az, ami nekem való. További zen meditációs gyakorlatokra van szükség. És ezt azzal a kérdéssel folytatod, hogy mi a dolgom. És akkor az unokák már egy kis dobozba benne vannak, az rendben van, ez. és akkor marad még egy kis tér, mi a dolgom. És előbb-utóbb kapsz egy olyan választ rá, amely úgy nem mozdul el a kérdés mellől és azt úgy végigpörgeted, hogy ha én ezt kivitelezem, akkor mi lesz, és hogyha az okozatiság azt mutatja, hogy ez egy jó irány, akkor ted meg. Az elmenni, ha elképesztő dolgokat dob a felszínre. Tehát, ha eleget ülsz a párnán, a saját legborzalmasabb tudattalan tartalmaidat is megtapasztalod, és a jó hír az, hogy azután, hogy ez tudatosult, már nem fog rajtad uralkodni. Amíg nem tudatos, addig a háttérből irányít. Tehát a mi a dolgomra az összes addigi elfojtott vágyad, dühöd, kivitelezetlen ambíciód, egyebek mind elő fog fordulni, és ezeket mind nem hisszük. Ezekkel nem foglalkozom, ezek jönnek és mennek. Ami viszont nem jön és nem megy, és oda szegődik a kérdéshez válaszként. És akármennyire is tovább kérdezel, nem mozdul el mellőle, az az. Jó? Köszönöm. Szívesen. Nekem még az a kérdésem lenne, hogy függőségtől való megszabadulás. Hogy... Kedvencem, mondjad. Tudom, hogy rossz és káros, és még. Ezért nem tudsz megszabadulni tőle. Mihelyt az, hogy rossz és káros a lélek, annál jobban akarja. Te kis ördög ugrálna a fejembe. Nem, nagy, no. nagyon nagy, nagy, nagy. És megmagyarázom, hogy én szeretek. Aha. Hogy szeretem azt tenni. Milyen függőségről van szó, szóval Látod? Cigaretta. Látulat? Cigaretta? Az nagyon könnyű. Elmondom, apám történetét, hónap abban hagyod. Apám lázdohányos volt, tehát ilyen, tudod, serdülőkor ért ez a háborús generáció, hát mivel, te, hogyan csillapítsa a stresszet, ez egy nagyon, nagyon komoly ilyen társadalmi, egyéni, tehát ez a generáció, ez vastagon benne volt, és még a fűszűrőtlenekkel indítottak, és akinek később jutott fűszűrősre, és nem pedig csak a talpasra, hát az már tényleg kiemelkedett. És ugye a 60-as évektől már nem nagyon volt fűszülőtlen, csak nagyon olyan helyeken, ahol, ahol ilyen kemény vasszegekként nyomták, és egyszer a 80-as évek vége felé boldogult apám, aki akkor még tényleg ereje teljében volt, úgy ébredt fel egy reggel, hogy nem tudta megmozdítani a jobb karját. Így lábult. És mivel orvos volt, ezért pontosan tudta, hogy az agyi erei közül pont az szűkült be, amelyek a mozgásközpont azon részért felel, ahol a jobb vállát koordináló ilyen köbb milliméternyi tartalom van. Aztán szóval megkérdezte, hogy fiam, tudod-e, hogy a mozgásközpont mekkora az emberi agyban? Mondom, apa, te biztos jobban tudod, és légy szíves, mondd el nekem. Már megtanultam, hogy ezt kell mondani, és akkor minden rendben. És azt mondta, hát körülbelül akkor, mint a hüvelykujjat körme és az alatta lévő hús, ez az, ami az összes vázizomért, tehát nem szív- és érrendszer, és nem vegetatív rész, ennyi felel érte. És mondom, apa, akkor, akkor most mi van? Hát bemegyek a kollégámhoz a neurológiára, és majd helyrehozzák. Hát akkor a neurológiának a legjobb változata az a lipótmezőn volt, a rácsnak az egyik oldalán, miközben a pszichiátria a másik oldalán, tehát amíg jó apám ott volt, addig hallotta az üvöltést és hát a kollega az persze VIP-ként kezelte, vérhigítók, a szokásos drill. Amikor meglátogattam oda bent, mert azért kicsit bent tartották, hogy megnézzék, hogy egyéb ilyen keringési probléma nem merül le föl, és apámat megláttam ilyen kis csikungolyókkal a jobb kezében, ahogy ott gyakorolt. Mondom, hogy hát apa, mi lesz itt? Azt mondja, félretettem a cigit, és most ezzel fog gyakorolni. Nem akarom, hogy a testem többi része lebénuljon. És akkor örültem, hazamentünk, és attól a naptól fogva haláláig egy szál cigi se, mint a vas. Olyan akarata volt. Úgy magamban megkérdeztem, mert tőle nem. Apa, miért kellett idáig várni? Nem lehetett arra hallgatni, hogy a fiad mondjuk szenved a bagófüstől, és hosszas rimánkodásra hajtad abba a nappaliban, utána az autóban, utána az egész lakásban kivéve a konyhát. Miért kellett idáig várni? Tehát nézd meg azt, hogy a szenvedély az hova visz. Elképesztő energia van a szenvedélyekben. És vannak olyan szenvedélyek, amelyeket lehet helyesen gyakorolni. Tehát nehogy itt az, ő rossz, meg ördög. Hát azzal szépen jól elnyomtad, azt tesz egy kört a tudattalamban, és lehetőleg átalakult külsővel, hogy ne ismerj rá, még erősebben a felszínettől jó iszakát kívánok. Nézd meg azt, hogy ez az elképesztő energia, ami a vágyban van, ami a szenvedélyben van, az hova mutat? Honnan jön? Tehát nemrég láttam rá például arra az alapvető egyenletre, hogyha az érzelmeidet te nem mered megélni, abból elfolytott érzelmi tartalom lesz, amely a tudatküszöb alatt elkezd sűrűsödni, mint gázabányában, és szenvedély lesz belőle. És a szenvedélyből, hogyha még mindig nem élted ki, mert nem tudtad megfelelő irányba fordítani, így énteleníteni, szenvedélybetegség. Nézd meg! Érzelmek, érzések, szenvedély, szenvedélybetegség. És amikor a szenvedélybetegség itt tör a tudat való, akkor berobbant a metán a szénbányám, és mindent eltemetett. Milyen lenne, hogyha mondjuk elég őszinték lennénk magunkhoz ahhoz, hogy az érzelmeinket lássuk primér módon, ahogy azok keletkeznek, és megfelelő irányba fordítva mondjuk egy felelősségteljes, de nem túl nehéz szeretett kapcsolatot kiépítenénk belőlük. És akkor nem lenne belőle ez az iszonyatosan összenyomott karma a bűntudatnak ebbe a kapszulájába bezárt atombomba, ami csak arra vár, hogy egy megfelelő tűvel, így paf, egy picikét megszúrd, és felrobban az egész. Úgyhogy ne várjunk eddig. Ne várjunk a lelki és testi szenvedésig, a meditáció azért jó, mert segít meghaladni ezt, de nem szünteti meg, csak meghaladja azért, hogy te 3D-ben lásd azt, amit eddig 2D-ben láttál, és a transzcendens tapasztalat birtokában megfelelő módon tud irányítani. És az már bőven elég. Alátámasztom az érzelmek elnyomását, nem tudom kimutatni, és küzdök velük, és összefügg a az előző kérdésemnél, hogy akkor keresem a másikba. Pontosan. Ne keresd a másikban, magadban keresd, és amikor találtál valamit gyönyörűt, na azt ad neki. Jó. Jó. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Személyes mantrát. Hogyan is kitől lehet kérni? E, gyere légy és a szomszéd épületbe, és ott van mantrabolt. És a mantraboltban kiválasztod a megfelelő méretet, hosszat, és utána pedig beteszed a bevásárlókosárba, és kifizeted. Szuper, köszönöm. Hát nem. Azért nem, mert gyakorlatilag nagyon sok ilyen New Age történet ez így működik, hogy fületbe súgnak valamit, ami belekerült nagyon sok pénzbe, utána te neked van egy személyes mantrád. Aztán egyszer csak veszed a bátorságot ahhoz, hogy megkérdezd a tanítványtársat, a szangatársat, aki ugyanabból a szobából jött ki, és ugyanannyi pénzt fizetett, így te, ne, neked is adott a személyre szóló mantrát? Igen. Ami csak a tiéd, csak itt, csak most, igen, elmondott egy mi? ez és kiderül, hogy ugyanaz, mint a tied. Eko van nagyon nagy gáz. Úgyhogy mantrát kapsz a tanítótól, a gyakorlat részeként, úgy, hogy ez a te karmádhoz úgy passzol, hogy ugye, mint a csavarhúzó a csavarfejhez, hogy pont az a rajzolat, ami a belemegy, elindítod, és akkor ki tudod csavarni vele a karmádnak a berögzültségeit. Mert hát van olyan ember, akinek a lelki alkata, az például nem engedi meg az erősebb mantrákat, mert azon nyomban énséget csinálna belőle, mert erősebb lenne. Van, akinek nagyon-nagyon gyöngéd mantrákat kell adni, és akkor kicsikét megnyugszik, meg kicsikét együttérzőbb lesz, meg Van olyan, hogy jön befelé, és kérne mantrát, de remeg, mint a nyárfalevél. Annyira fél, és kiderül, hogy nem tőlem fél, hanem mondjuk az apjától fél, meg a paptól fél, meg a rendőrtől fél, meg a különböző ilyen férfi arhetipusoktól, akiket ott őrizget a lelkében. Nekik egy ilyen nagyon acélosat, tehát egy, egy olyat, hogy azt higgye, hogy ő a Herkulesné. Tehát, érted? És akkor ehhez a lelki alkathoz lehet mérni azt a tanítást, ami szépen egyensúlyba hozza. Említetted a New Age-et, és azon a kérdésem, hogy sokat gondolkodtam ezen, és sokféle megközelítést hallottam már erre, hogy egy kicsit így a magyarságról kérdeznélek, hogy, ha lehet ilyet, hogy neked mit jelent, és úgy, hogy egy, egy, egy olyan, helyen ülünk itt, ami alapvetően ugye nekem például nem volt ezelőtt tiszta, hogy ez mondjuk mennyire kapcsolódik úgymond a kultúránkhoz, mi is igazából a mi kultúránk, tehát hogy neked hogy kapcsolódik ez az egész a magyarsághoz, és hogy erről az egészről mondjuk mi a véleményed, vagy hogy élette meg azt, hogy magyar vagy mondjuk így tudatba? Köszönöm kérdésed. A csoport egyik legérdekesebb vonatkozására világítasz rá így. Hát az elején kezdem, amikor te nem találod a helyedet fiatal emberként, és a szerepválságod elkerülhetetlenül egy transzcendens ösvény felé visz, akkor két esélyed van. Vagy megtalálod az utadat, vagy még jobban eltévedsz. És én elsősorban a tanítómnak, Szunkszán mesternek vagyok hálás, amikor ezt mondom, hogy egy olyan tant adott, egy olyan utat nyitott meg, ahol én hét évig nem voltam itthon, és utána hazajöttem. Mind a kettőre szükség volt. Szükség volt a hét év távol létre azért, mert hogyha nem látok rá a csoportkarmámra, akkor nem tudom magamból kivenni azokat a berögződöttségeket, azonosulásokat, illúziókat és hamis önképet, amely akadály, amely a szenvedés forrása. A személyes, a családi és a csoportos szenvedés forrása. Ezt csak személyesen tudjuk megszüntetni. Saját erőfeszítésből és saját magunkban. És hogyha nem lett volna ő, a hagyomány, és a dél-koreai környezet, akkor ez nem lett volna számomra lehetséges. De pont ezen folyamaton belül láttam rá arra, hogy mit jelent az, hogy magyarnak születni, József Attillát, Hanvas Bélát, összes többi gyönyörű kulturális nagyunkat anyanyelven olvasni, és a következő lépés az volt, hogy amikor a mester tanítóvá avat, akkor azt mondja, hogy három évig ne költöz, hanem utaz haz, de légy egy helyen. És ez hazánk volt. És nem csak azért, mert rengeteg elintézetlen karma volt, hanem én arra tettem fel az életemet, hogy azt a darmát, amellyel itt találkoztam Magyarországon az ő személyében, és Ázsiában műveltem egy bizonyos fokig, azt hazahozom. És annak a népnek ajánlom föl, ahova születtem. És ez a templom, ez a felajánlás, ez a tevékenység, a szolgálat. Ezt bárhol megtehettem volna az ő felhatalmazásának a birtokában, de a három év leteltével láttam, hogy Ázsiába visszaköltözni már nem időszerű és nem lenne hozadéka. Szunkszenzen már 2000-től nem tanított aktívan, és 2004-ben a Nirvánába költözött. És ekkor, a három év elteltével Világos volt számomra, hogy ennek a templomnak itt kell lennie, és azt a karmát, amit itt tapasztaltam szülöttként, magyarként, azt én ezzel fizetem vissza. És ezért vagyunk most itt, és nem egy másik országban, és ezért beszélünk most magyarul, és nem más nyelven. Én azt gondolom, hogy a népünkben elképesztő lehetőség van, arra, hogy elérjük a felébredést, és megszabadítsunk minden lényt a szenvedéstől, különösen honfitársainkat, egymást. Minden nép buddha természete ugyanolyan, de nem minden nép karmája ugyanolyan. És a kérdés az, hogy mi magyarként szenvedtünk-e már eleget, hogy végre merjünk őszintének lenni magunkkal és egymással. És akiknek a lelkében igen a válasz erre, azok előbb-utóbb az ösvényt megtalálják, és a felébredést keresik. Nem magukért, hanem egymásért. És az ösvény megtalálásához szerinted minden léleknek szükséges adott esetben például kívülről látni ezt, tehát mondjuk akár egy külföldi hosszabb úton vagy kiköltözésen részt venni, hogy jobban ráálláson, vagy akár ezt itthonról is át lehet látni, hogy, mi mondjuk a feladatom? Például nekem, hogyha már így kérdeztem. A komfortzóna elhagyása mindenképpen fontos. Tehát az otthon elhagyása az nem biztos, hogy az ország elhagyása is, de valamilyen szinten szükség van arra, hogy az addig megszokott mintáidat az új környezet fölül írassa veled, hogy ne lehess olyan, mint korábban, hogy változnod kelljen. Hogy ezt az országon belül egy új élethelyzettel, egy új élőhelyjel, egy új viszonyrendszerrel meg tudod csinálni arra majd rájössz. De az utazás az tudatot nyit, hogy mennyi kell ebből, az a te dolgod. Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy a hétköznapokban hol és hogyan lehetne alkalmazni a vúveit? Mindenhol, minden pillanatban. Tehát a nem cselekvő, nem dualizáló tudatról van szó. A wu kínaiul, koreaiul mu szó szerint nem cselekvés, vagy nem mozdulás. Ez a nem mozduló tudat, ez az élet minden pillanatában fontos, mert ennek a nem mozdulónak a tükrében látod az összes mozgást, az érzelmeid mozgását, a gondolataid, a beszéded, a cselekedeted, az indítékaid, minden mozgást, ami karma, ebben a tükörben látsz. És enélkül nem vagyunk emberek, enélkül csak ilyen ösztönvezérelt vagy karmavezérelt gépek vagy állatok vagyunk. Ezzel az állatvilágot nem szeretném megsérteni, mert sokkal jobban viselkednek, mint mi emberek. Láttál olyan kutyát, amely kutyátlanul viselkedik? Olyan macskát, amely macskátlanul viselkedik? De olyan embert láttál, amely embertelenül viselkedik? Úgyhogy erre a tiszta tudatra, amely nem mozdul, amely nem keletkezik és nem szűnik, amely olyan tiszta, mint a tér, mint a tükör, tegyük mellé a többi aspektust is, hogy jól lássuk. Erre mindig, minden pillanatban szükség van. A mi ez kérdés ide vezet vissza, ehhez a tudathoz vezet vissza. És ha megnézed, az alkalmazás területe ülve, állva, járva, fekve, alvásban, ébrenlétben, csendben és beszédben, Testben, testen kívül, születésben és halálban, egyaránt, folyamatosan, megszakítás nélkül. Mi ez? Beszéltél a karmáról, és ugye, hogy van csoport karma, egyéni karma, és hogy mindenből több van, és hogy mikor tudjuk azt, hogy egy karmát kidolgoztunk magunkból? Több van. Nem egy van, több van. Nagyon sok van. Onnan tudod, hogy kidolgoztad magadból, hogy többet nem jut eszedbe? nem teszed ezt a világgal, és a világ sem teszi veled. De ha visszagondolsz, hogy megszabadultam tőle, hát akkor sóbáványá válsz a helytetől, mint lódlányai. Szabadulj meg a karmától. Lásd meg a forrását. Lásd meg az enyészetét. Kerülj föl, és utána pedig teremts helyesen karmát. És utána kezd előről az egészet. Én a változásról szerettem volna kérdezni, hogy a változás akkor jó csak, hogyha a saját magam miatt teszem, vagy akkor is, hogyha más, más, miatt teszem ezt. Változás vagy változtatás? Két nagyon különböző dologról van szó. Hát szerintem, hogyha magam miatt teszem, az változás, vagy nem? Nem. Akkor kiszolgáltattad magad a saját karmádnak. Tehát magadon, magadért nem tudsz változtatni? Hát el, hát azért... Az életrended az úgy alakul, hogy te, mint emberi lény jól működj, és ezt a működést ajánljuk fel a többi lénynek. Te nem csak úgy változol, te változtatsz. A kérdés az, hogy miért, minek a hatására, és milyen irányban. Tulajdonképpen minden a... ez, ez pozitív irány, ha magam miatt is teszem, vagy ha másképp. Mi a pozitív? Amikor megvan, hogy mi a pozitív, akkor szóljál, jó? Jó. Egyéb kérdés? Említetted, hogy ahhoz, hogy változás történjen, ahhoz a környezetváltozás az jót tesz, vagy az utazás. Ugye sokszor meg sokan pont az ellenkezőjét állítják, hogy akkor tudsz szembenézni, nem változtatod a körülményeidet, nem? Sorrendiség kérdése. Hát például, hogyha valaki beteg, és a betegségével szembe akar nézni, az először egy bizonyos gyógyulási fokot el kell érnie. Ha nem, belehal. Tehát mikor nézel szembe a betegség okával? Csak akkor, amikor már szembe tudsz nézni vele. Ehhez a gyógyulás útjára rá kell lépni. Most nem, nem teljesen értem az összefüggést. Ha be vagy rámázva hát a karmádba, és százszázalékos ragaszkodással és meghatározottsággal élsz, mert a környezeted nem enged, akkor először abból egy kicsit ki kell lépni, és utána rálátsz, és utána tudsz úgy visszatérni, hogy már nem ural a környezeted úgy, ahogy annak előtte. Ha mindenki sárga szemüveget visel, akkor előbb-utóbb megszülünk arról beszélni, hogy sárga a világ, mert mindenki ugyanúgy látja. Ha egyszer valaki leveszi a szemüvegét, és elkezdi a többit macerálni az, hogy te figyelj, neked sárga a szemüveged, és neked is, és neked is, és neked is. És neked is ezt az embert, ezt teljesen ki fogják átkozni. Ki fogják utálni, és el fogják lehetetleníteni. Ahhoz, hogy te levesd a szemüvegedet, egyszerűen ki kell lépni a sárga szemüveget viselők csoportjából először. És utána pedig már nyugodtan tudsz köztük élni úgy, hogy nem macerálod őket azzal, hogy ő nekik sárga szemüvegük van, és ezért látják a világot sárgának. Hanem azoknak segítesz, akik azt mondják, hogy valami egy picit itt töri a fülemet, meg az ornyergemet. Nem tudom mi ez, de kicsit a szemem is, mint hogyha így, így, fáradna. És akkor ki tudod mutatni, hogy na, nézd csak, nézd csak, nézd csak. Érintsd meg itt, itt egy füle... Látod? Itt van a nyele. Itt van a kerete. Most már elhiszed, hogy van rajtad szemüveg? Igen, na, akkor most leveheted. Tehát az illúziókkal való azonosulás ez olyan kemény tud lenni a csoportkarmában, hogyha te nem követed ezt, akkor egyszerűen eltipornak. És ha mondjuk eltávolodsz, honnan tudod, hogy eljött az a pillanat, hogy most visszatérhetsz? Ez minden ember esetében más. Én azt mondom, hogy ennek a belső határértéke az, hogy teljesen elidegenedtél. Teljesen megszűntél annak az identitásnak lenni, ami addig voltál. De látod. De mi van, annak van a jó része is, nem csak rossz. Az azt identitás mondod, hogy van jó vesztést, része, ö... vagy rossz része, addig még nem távolodtál ettől. Ugye sokszor azzal például hogy minden, mind, különböző vallások, vagy hát ez minden vallásban ugyanaz, ugye, hogy egyetlen egy dolog lehet, ami a megoldása szinte mindennek, ugye a hit meg a szeretet hogy ez valamilyen szinten tanulható-e, fejleszthető -e, vagy az egyszerűen az embernek vagy jön, vagy nem jön. Hát nézd meg, miben hiszel, mondd el nekem. Hát igen, ez nehéz megfogalmazni, hogy miben hisz az ember, hogy miben akar hinni, ugye? Miben akar hinni, ez egy teljesen külön koncertdoboz. Most azt nyisd föl nekem, hogy most miben hiszel. Tessék. Most nem tudnám megmondani. Nagyon sajnálom. Ez a gond. Ugye? De azért abból ez kiderült, hogy nem tanulható. Tanulással csak ismeret szerezhető, és a hithez valami tapasztalat kell, aminek van legalább egy kis transzcendens íze. De nem tanulható. Nézd meg azt, hogy a, a hithez milyen elképesztő munka kell. Az enben három ilyen aspektus van, az egyik a nagy hit, de előtte van a nagy kérdés, és a nagy bátorság, és utána lesz a nagy hit benne. Ha nem teszed fel a nagy kérdést, hogy mi ez, akkor nem nyílik meg úgy a tudat, hogy az elmének az összes hánytorgását maga mögött hagyja, hogy akarjon felébredni. És ez elképesztő bátorság kell, hogy ezen az iszonyatos útvesztőn, a nagyon kemény tisztulási folyamaton te keresztül menj és akard, mert itt most már akarod, a végére akarsz járni. Amikor tapasztalod, a kifejtetlen, kifejthetetlen, szóban nem fogható választ, az a hit. És nem valami dogma, nem valami idea, nem valami könyv vagy könyvtár, amit belemasszíroztak a homloklebenyedbe. Az nem hit. Az más. És az az érdekes, hogy ha az élmény tiszta, akkor az egyév válasz, amikor a csepp feloldódik az óceánban, de még a cseppségét is érzi, és az óceánságát is érzi egyszerre. És ebből a tapasztalatból lesz az együttérzés és a bölcsesség. Mert ez sem tanulható. Ezek a minőségek is tapasztalatból kell, hogy jöjjenek. És amikor újra és újra vissza térni ebbe a pontba, akkor az a hit stabil. Az a forrás, az nem dugul el. Tehát a folyamatos tapasztalása a tiszta igazi önvalónknak, az a hit, amely visszavezet minket az alapokhoz, anélkül, hogy fundamentalista lenne. Mert nincs benne gondolat, nincs benne rendszer, nincs benne dogmatika, amit egyik ember a másikra akarhatna el erőszakolni. Tehát a nagy kérdés, nagy bátorság, nagy hit, ennek a tapasztalata eredményezi a nem dualisztikus bölcsességet, a cselekvő együttérzést és az önzetlen segítséget. Ez a harmadik nagyon érdekes, és ma már többször beszéltünk erről, hogy az önzetlen segítség miért fontos. Nem pusztán azért, mert valaki azt mondta, hogy az altruizmus ez egy nemes dolog, és akkor te gyakorolj kegyet embertársaidnak, és akkor te ettől jobb leszel. Ez nem így van. Az igazi motivum emögött az, hogy a személyes megszabadulást nem tudod elérni mások segítése nélkül. Tehát hiába fürözted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. És innentől kezdve a gyakorlat nyitott marad, iránytartó marad és önzetlen marad, mert megszűnsz abban gondolkodni, hogy az én utam, az én felébredésem, az én megtisztulásom. Igen. És ott a szomszédban, a másik városban, a másik országban, a másik emberben, ott mi van? És ezért, aki a bóthiszatva útra lép, soha nem lesz munkanélküli. Mindig lesz tennivaló ez a közel 8 milliárd humanoid itt a Földön, mink, vagy muk, olyan elképesztő gyorsasággal termeljük újra a saját szenvedésünket, hogy nincs az a butha sereg, amelyik elég gyorsan termelni a megvilágosodást ahhoz, hogy erre időben rálássunk. Nézd meg, ez a versenyfutás a felébredés és a szenvedés között. És elképesztően vesztésre áll a felébredett tábor. Nem vagyunk elegen. Minden egyes háztömbhöz kéne egy zenmester. Muszáj. Hát, hogyha ezen az egészen úgy akarunk változtatni, hogy mielőtt a falnak megyünk, és elképesztő nagy szenvedést okoznánk magunknak és másoknak, az előtt ezt a hihetetlen tehetetlenséget, amely 8 milliárd ember karmája, ezt meg szeretnénk változtatni, ez milyen erőfeszítés kell? A világ még nem látott ilyet. Ennyit a hitről. Én remélem, hogy mindannyian együtt járjuk a felébredés útját, elvégezzük azt a gyakorlatot, amely ahhoz kell, hogy az illúzióinktól és a hamis önképeinktől megszabaduljunk, elérjük az egy évvállás nemes pillanatát, és ki sem jövünk belőle, és ezzel a tiszta, tükörszerű önvalóval, ezzel óvjuk, féltjük és szeretjük egymást azért, hogy mindannyian megszabaduljunk a felesleges szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.